a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Az adótörvények minden évben megmutatják, milyen keretek között működhet a gazdaság, hogyan adóznak az emberek, milyenek a kilátásaik a munka és a jövedelem terén. Milyen elvek mentén alakul a közszolgáltatások működtetéséhez elengedhetetlen adózás rendszere. A kormány elvei, ha így lehet nevezni, az elmúlt 7 év alapján nyilvánvalóak. Az első, hogy a mi kutyánk és kölykei jól járjanak. A magyar társadalom 5-8%-a tartozik abba a rétegbe, akiket a Fidesz többszörösen kedvezményez és túltámogat. Erre szolgált az egykulcsos adóbevezetése, amivel a legfelső tized nyert évi 500 milliárd forintot. És erre szolgált számos más intézkedés is, ami a magas jövedelműek terheit könnyítette, még a rezsicsökkentés is ide tartozik. Ennek haszna is, mivel az is egy kulcsos módon került bevezetésre, jó részt a gazdagoknál és a medencéseknél csapódott le. A szűk 5-8%-os rétegen belül is extrém kedvezményeket kap az a néhány család, néhány oligarha, akik más módon, például a közbeszerzésekből is 100 milliárdokhoz jutnak hozzá. Az adórendszerben őket szolgálják az ismétlődő adóamnesztiák, a társasági adó kedvezményei, a kastély és műemlékfelújítás kedvezményei, a bankadó csökkentése, és még sorolhatnám. Általában az a rendszer, hogy amint egy szektorban, legyen az bank, ingatlan vagy turizmus, a fideszes lep meghatározó tulajdonra tesz szert, azonnal megjelenik egy törvénymódosítás, ami közforintok 10 milliárdjait pumpálja az adott szektor vállalkozóihoz. A szűk uralkodó osztály családjai, az Orbán, Mészáros, Rogán, Tibolc, Garancsi, Matolcsi, korábban Simicska családok, ezen kedvezmények segítségével évente sok száz milliárd forintot talicskáznak haza a mi pénzünkből. Ezen túl még jelentős kedvezményezettjei a Fidesz adórendszerének a multinacionális vállalatok. Ezen cégek jelentős része az olcsó bérmunka miatt van itt Magyarországon. Ennek a szerkezetnek a fenntartása hosszabb távon nem érdeke hazánknak. A kormány mégis beruházási támogatásokban, adókedvezményekben részesít őket. Legutóbbi ajándékuk a társasági adó gyalázatos 10%-os csökkentése volt, ez 170 milliárd forintos ajándék a számukra. Tehát azzal szemben, amit a Fidesz hamis módon hangoztat, hogy ők megadóztatták a multikat, a kivetett bank, energia és telekom adók túlnyomó része valójában csak a cégek által beszedett, de a lakosság által fizetett adók. Hiszen nagy részüket, 70-80%-ukat áthárították. A multik valódi adóztatását nem lépték meg, és nem véletlenül. Akkor, ha ez így lett volna, akkor legelőször az offshore adóelkerülési csatornákat kellett volna lezárni, amit viszont a fideszes lep érdekeit alapvetően sértette volna. És ezen kívül egy nagy kedvezményezetti köre van a Fidesz adórendszerének, amivel az LMP is egyetért, ez a családok támogatása és a gyermek utáni kedvezmények. Azzal együtt, hogy jelentősen javítani kell a feltételeket, az egész rendszer nagyon sokáig csak egy lufi, egy politikai termék volt, ugyanis csak 3 gyermek után járt értelmezhető kedvezmény. A 2 gyerekes családok sokáig, az 1 gyerekesek még mindig nem számítanak a Fidesznek, pedig a gyerekek nagy többsége ilyen családban él. És azzal is számot kellene vetni, hogy bár ez a kedvezmény jogosan elismeri a gyermeknevelés többletköltségét, arra nem alkalmas, hogy a gyermekvállalási kedvet emelje. Arra más eszközök kellenének, például a gyerekes anyukák munkájának segítése, amit a Fidesz eddig elutasított. Most 7 év kormányzás után kezdenek próbálkozni vele, kicsit késő, most már minden 6. magyar gyermek külföldön születik. És burjánzanak a kisadók, amiket dilettáns módon, vagy egyenesen gonosz szándékkal vezettek be, chipsadó, reklámadó, vonalas infrastruktúra megadóztatása, amiknek szabályozási hatása vagy nem jön be, például a chipsadó, vagy épp az ország érdekeivel ellentétes, például vidéki infrastruktúra működésének megdrágítása. A Fidesz adórendszere tehát a jómódúakat, azon belül is néhány kivételezett helyzetű családot támogat. Az új feudális berendezkedés árát pedig megfizetteti a dolgozókkal, a bérből küszködőkkel, a magas munkát terhelő és magas fogyasztási adókon keresztül.
Ezt hívják úgy perverz újraelosztás. Látjuk tehát, hogy kiknek kedvez a Fidesz adórendszere, de kik azok, akiknek fokozatosan ígérgetnek, de nem adják meg a lehetőséget, hogy legyen életkilátásuk. Kik az Orbán rendszer áldozatai az adózás szempontjából. Először is ki kell emelni az átlagbért vagy az az alatti keresőket. Ebbe a rétegbe tartozik a dolgozó magyar emberek 70%-a. Ők az egykulcsos adó károsultjai, ők azok, akiket a világbajnok áfa sújt, ők azok, akik nem tudnak megélni havi jövedelmükből, pedig éjjel-nappal dolgoznak. Ők és az ő gyerekeik menekülnek külföldre, ők az ápolók, a tanárok, a szociális dolgozók, a zenetanárok, a csirkefeldolgozóban dolgozók, a hulladékfeldolgozó, kisvállalkozásnál dolgozók, a civil szervezeteknél állami feladatokat ellátók, és lehetne sorolni a végtelenségig. A minimálbér nettója 2010 óta nem éri el a létminimum összegét, jövőre talán. Az alsóbb jövedelmi rétegektől vontak el több mint 100 milliárdot a gazdagok javára. És folytatom a sort, a hazai kisvállalkozások. Ez azért is különösen durva, mert szavakban korábban a Fidesz mindig a magyar családi vállalkozásokért kardoskodott. Ma már tudjuk, ez csak néhány konkrét család, Simicska, Orbán, Mészáros, Rogán, Tiborz, Garancsi, Matolcsi, és még néhány családra vonatkozik. A hazai kisvállalkozások szenvednek az adóhivatal ugyanis az adóhivatal könyörtelenül megtorol minden kis hibát vagy késést, de élni nem hagyja a vállalkozásokat. Beszámolók, jelentéstételek, adatszolgáltatások és százféle adó bevallása sújtja őket. Többet kell foglalkozniuk az adminisztrációval, mint hogy minőségi terméket és szolgáltatást állíthassanak elő. A legutóbbi tördöfés a minimálbéremelés volt. 2 év alatt 25%-kal emelkedik a minimálbér, ez szükséges és jó dolog. Az viszont nem, hogy ennek teljes terhét egészében a hazai kis- és középvállalkozások fizetik, ők mehetnek ebbe tönkre. Ellentételezésként úgymond járulékcsökkentést kapnak, ám ez mindössze 7%. A nagyok, a multik és a magyar nagyvállalkozók persze még 10%-ot kaptak társasági adócsökkentéseként. És most kíváncsiak leszünk arra, hogy vajon, amikor a számok napvilágot látnak, akkor a kormány hajlandó-e változtatni. Megjelent az az adat, hogy múlt évben közel 5000 kisvállalkozás ment tönkre, 5,5% béremelés miatt, amit nem tudtak kitermelni. Ebben az évben 15-25%-ot kell kitermelni, és jövőre is folytatódik a sor. A kormány egyáltalán nem érdekli, hogy a kis és közepes vállalkozások majd tömegesen fognak beomlani. És szólni kell arról is, hogy az Orbán rendszer áldozata az egész természet, a környezetünk, a fenntartható erőforrás gazdálkodás. A napelemekre adót vetnek ki, míg az akkumulátorokat alig terhelik. Meg kell említeni a termőföld koncentrációt is, ami már felülmúlja a Horthy korszakot is, teret adva ezzel a kizsákmányoló ipari mezőgazdaság egyeduralmának. Se az alacsony termékdíjak, se a bányajáradék, se a nem létező szén-dioxid adó, semmi nem késztet az erőforrások megőrzésére, az energiahasználat és a szennyezés csökkentésére. Sőt, pazarlásra késztet, miközben az erőforrások drámaian szűkülnek a világban, de Magyarországon is, ez öngyilkos stratégia. Mindezek fényében milyen adórendszerre lenne szükség? Röviden összefoglalva, egyszerűbb, igazságosabb, fenntarthatóbb adórendszerbe. És konkrétan, progresszív személyi jövedelemadó csökkentésre, ami a minimálbért adómentessé tenné, 30%-kal emelve értékét. Az átlagbért is azonnal 20%-kal, 38 ezer forinttal növelné a Fidesz 2018-as adótáblájához képest. A havonta 1 millió forint felett keresők viszont többet adóznának, ez szükséges a társadalmi kohézió megteremtéséhez. A társadalom nagyon szakad szét. Szükség lenne az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentésére. A létfenntartáshoz szükséges élelmiszereket szinte sehol sem adóztatják ilyen magasan. A kormány részleges csökkentést csinálgat évek óta, átfogó kell, amiben a kenyér és a zöldség és gyümölcs is benne van.
A tömegközlekedés áfájának csökkentése. Az elmaradottabb régiókban is különösen fontos, hogy egy kicsivel messzebb találhassanak munkát, ne kelljen elvándorolniuk. De általánosságban is sokkal jobb befektetés, mint milliárdokért új és új autópályákat építeni. Az épület felújítások áfájának csökkentése is fontos lenne. Ezzel lehetne leghatékonyabban támogatni az olcsóbb, energiahatékony lakások létrejöttét, fenntartható rezsicsökkentést. Ráadásul, csak úgy, mint az alapvető élelmiszer áfánál, a piac fehéredését is eredményezné. A kisvállalkozások adóztatásában a bevételarányos adók felé kellene lépni. Ez segíti elő túlélésüket, nyugodt működésüket. Ha nem kell egy rossz hónap után csődöt jelenteni a büntető fix tételek miatt, aztán a halmozódó és görgetett tartozások miatt. Emelni kell az erőforrások használatáért fizetendő adókat, például bányajáradék, termékdíjak, földadó. És mindenek előtt be kell zárni az offshore csatornákat, a legalizált adócsalás lehetőséget. Fizessenek a gazdagok is, ne lehessen megcsinálni, hogy míg egy magyar kisvállalkozás bevételének 60-70%-át, egy magyar dolgozó bérének 50%-át leadózza, egy trükkös nagyvállalkozó vagy vállalkozás jó, ha 5-10%-ot fizet. Nincs, ne legyen több adóamnestia. Mindezek fényében a mostani adótörvényekről mit lehet mondani? Azt, hogy különösebben nem alakítják át a rendszert, reszelgetik, tehát akiket eddig is sújtott, ezután is fog. Tovább folytatják a közpénzek pazarlását a látványsportokra, most a bankadót folyatják át a korrupt és túlburjánzott rendszerbe. A látványcsapatsportok helyett a környezetvédelmet vagy a vidékfejlesztést lehetne ilyen módon esetleg támogatni, annak sokkal több értelme volna. Azok tényleg közcélok, a profi sportklubok támogatása, mert a TO pénzek nagy része ott végzi, tévedés ne essék, az nem. Deregulálják az ingatlan befektetési piacot. Nyilván jó sok ingatlan felvásároltak a haverok, most aztán lehet majd velük spekulálni, nem kell a sok hülye szabály. Amik amúgy azért voltak, hogy ne keletkezhessen ingatlan buborék, a magánérdek ne előzhesse meg a közérdeket, de hát ha a kis család gazdagításáról van szó, akkor ezek nem számítanak. A legérdekesebb érdemi lépés az ingatlan kiadás EHO-jának eltörlése. Bár a korábbi rendszer buta és kontraproduktív volt, a változtatás hülyen tükrözi a Fidesz elveit. Mindig a gazdagok járjanak jól. És az is beszédes, hogy 7 év kellett hozzá, amíg ezen a területen lépni tudtak. Biztos nem volt ötletük, vagy a képesség hiányzott a határozott lépésre. Az LMP javaslatai szerint az EHO fizetés határát 3 millió forintra kellett volna felemelni, és csak az a feletti jövedelmeket terhelte volna. Ez meghozta volna a kifehérítési hatást, miközben azért csak egy átlag jövedelem szintjéig adta volna meg a munkabérhez képest nagyon kedvező adózást. A Fidesz lépése most megint a gazdagokat, a sok lakást üzletszerűen kiadókat támogatja. A járadékos osztály a Fidesz 5-8%-nyi kegyeltje megint 100 000-eket kap, miközben a 92% küszködik. Az ország fele kiürül, mert égbért kapnának csak otthon, vagy még az sem. Máshol meg már nincs fogorvos és burkoló sem, szintén alacsony bérek miatt. Köszönöm a figyelmet.